Ez a CM dicsőítő és imaest, és a Budafoki Baptista Gyülekezet és Ifjúság nevében, valamint a Capitali Mission, ezt akarja a CM, hogyha valaki még nem rakta volna össze a képet, és a Capitali Mission szervezői csapata nevében is üdvözlök mindenkit. Nagy öröm, hogy itt vagytok, és együtt lehetünk. De miért is vagytok itt, miért is hívtunk el titeket, és szerveztük ezt az alkalmat? Ennek három oka, és egy célja van tulajdonképpen. Az első ok, hogy közösséget gyakoroljunk. Azért jöttünk össze, hogy megismerjük egymást, azért hívtuk el, és hívtuk meg a Budapesten található összes baptista ifjúságot, akiből sokan el is jöttetek, és más sok nem baptista fiatalt, hogy közösséget gyakoroljunk. Ahogy Pál mondja a rómaiakhoz írott levélben, hogy együtt felbuzduljunk egymás hite által, a tietek, meg az enyém által. Úgyhogy ez azt mutatja, hogy a közösséget Pál így gondolta el, úgyhogy nyugodtan majd az alkalom végén beszélgessetek, ismerjetek meg olyanokat, akiket nem ismertek nagyon, vagy egyáltalán. Kérdezzétek meg, hogy honnan jöttetek, milyen az ifi nálatok, voltatok-e már disznóvágáson, meg bármilyen kérdést, amit szeretnétek beszélgetni. A második ok, hogy tanuljunk Istenről. Istenről, Istennek szolgálni, és a neki szánt életről. És a harmadik ok, hogy dicsőítsük Istent, magasztaljuk őt, és imában együtt legyünk. De mindennek mi a célja, ennek a három oknak, amiért összejöttünk? Nem olyanok vagyunk, mint egy kisgyermek, aki besétál a film közepébe, és azt se tudja, hogy mi van, hanem igenis van célunk. A célunk pedig az, hogy Isten elhívására válaszoljunk. Istennek van egy elhívása mindannyiunk számára, és erre az elhívásra szeretnénk titeket is bátorítani, hogy álljatok be ebbe az elhívásba. És mi ez az elhívás? Ez az az elhívás, amiről a CM látása is szól, hogy evangelizáljunk, hogy lépjünk ki az emberek elé, hogy lépjünk ki a komfortzónánkból, hogy megtérésre hívjunk mindenkit, és éppen így szól a mottónk is, a CM-nek a mottója, hogy érjük el Budapestet. Hát erre hívunk titeket, és ezért szerveztük ezt a ma estét is, és minden, amivel ma este készültünk, ez arra akar rámutatni minket, hogy erre az elhívásra készüljünk, és hogy készen álljunk az evangelizációra. Úgyhogy ilyen lelkülettel hívlak titeket, hogy vegyetek részt a ma estén, ahol sokat fogunk dicsőíteni az egy nap, helyesebben fél nap csapat segítségével, akikhez becsatlakozott a Budafoki Baptista ifi dicsapatából is sokan. Igen, lehet tapsolni. Fogunk közösen imádkozni Nagy Laca vezetésével. Guti Sanyi bővebben fog beszélni nekünk arról, hogy miről is szól a Capitali Mission. És utoljára, de nem utolsó sorban, Bacsinszki Laci fog nekünk tanítani, szintén Isten elhívásáról. Így van. Majd pedig az alkalom után egy olyan igazi jó baptista szeretett vendégségre hívunk mindenkit. Lesz te, meg Kalács, meg sok minden más, mert a mi fiataljaink készültek, hogy vendégül lássanak titeket. Úgyhogy szeretném, hogyha valóban ilyen lelkülettel lennénk itt, hogy úgy figyelnénk Istenre, hogy valamit szeretne nekünk ma mondani, mégpedig arra, hogy az ő elhívásába álljunk be. Úgyhogy szeretném egy imával megkezdeni az alkalmat, és közben kérem is illéséket, hogy gyertek, és majd átadom a szót neked, meg a zenészeknek. Uram, nagyon hálás vagyok, hogy te megáldod ezt az alkalmat, nagyon hálás vagyok, hogy te elhívtál ennyi fiatalt, és nagyon hálás vagyok, hogy te is eljöttél ide. Köszönöm, hogy neked célod van az életünkkel, és neked van egy elhívásod az életünkre, mégpedig az, hogy minden népet megszólítsunk, és minden nép téged magasztaljon, Uram. Kérlek, hogy így áld meg ezt a ma esti alkalmat is, a mi dicsőítésünket, a mi imáinkat, és a mi szíveinket, hogy tudjunk rád figyelni, és hogy tudjunk beállni a te hívásodba. Te szent nevedben imádkoztam. Ámen.
van, téged magasztalnak, csak rád van szüksége. Jézus már nem kell más, te érzed meg, haltál, hogy végben éljek át, és most is bennem hisz, kegyelmet Jézus elég. Gyújtját le, és jönjegy el, a gyújt most már örökében, te rám találtál, megváltozott minden, Jézus veled minden más, jössz és ad tested, az életem, hagyjék vele, csak örökké vele. Itt állok házakon, téged magasztalnak, csak rád van szükségem. Jézus már nem kell más, te érted meg hatán, hogy végre éljek már, és most is bennem élsz, kegyelmet Jézus elég. Jöjj át le, és menj egy el, add egyet most már örökében, mert te rád találtál, megváltozott minden. Jézus veled minden más, te jössz és átvested az életem, ha legyek veled. Téged keresek! Téged keresek mindig. Gyere, véded az, hogy vágyom én. És menjed el, add ilyet most már örökké veled. Te rám találtál, megváltozott minden, Jézus veled minden más. Te jössz és átvested az életem, ha legyek veled. Rám találtál, rám találtál, megváltozott minden, Jézus veled minden más. Te jössz és átvested. Sziasztok! Hányan ismertek azt a dalatot teljes szívemből? Néhányan? Jó. Ezt a dalat kedves barátom Durkó Helene írta. Szeretném gyorsan megtanítani azoknak a refrént, akik még nem ismerik. Borzasztóan egyszerű. És ezzel fogjuk majd folytatni. És ezt a dalat nagyon jól lehet úgy énekelni, mint egy ima, és erre bátorítanak titeket. Így szól a refrén, hogy ő méltó minden helyzetben, ő méltó a minden rendben meg, ő méltó a nehézségekben, ő méltó a dicséretünkre, ő méltó minden helyzetben, ő méltó, ha minden rendben megy, ő méltó, a nehézségekben, ő méltó, a dicséretünkben. Próbáljátok meg! Ő méltó. Több hang kijön belőletek. Próbáljuk meg még egyszer. Ő
alapul. Nagyon jó. Akkor énekeljük együtt. Szereplek lelkem mélyéről éretlen, még az Úr az életemben. Köszönöm drága kegyelmet, harcokban fenn megsegítesz, könnyek között hívlak téged, téged állva kérlek téged, újítsd meg kevés erőmet, újítsd meg. Segíts, hogy bízzak. Szerint élni a keresztem, mindent legyőzte. Tiéd hát az örök dicsőség, elszállt már az összes kétség, tudom, enyém már az örökség, enyém már. Segíts! Segíts, hogy bízzak bennem, átadjak milyen szavak mondani.
Micsoda képet festhetnénk le, amit érez felé. Istenem, ha minden van a földön, rólad szeretnek, nem fejezhet még ki a szeretetet. Ez a szeretet csak egy helyről árad, az Atyától felé. Istenem, ha minden van a földön, rólad szegben, nem fejezhet még ki a szeretetet. A világ minden könyve rólad szólna, nem tudná leírni a kegyelmem, ami élek, ami lélegzek, neked élek te, mert megmentettél, és a még száz évig járnám. Bőlem nem találni nagyobbat ennél, a amíg lélegzek, neked élek be, mert megmentettél. És amíg száz évig járnám, tőled nem találnék nagyobbat ennél. Amíg élek, amíg élek, amíg lélegzek, neked élek be, mert megmentettél. És ha még száz évig járnám, tőled nem találnék nagyobbat ennél, szeretetnél, szeretetnél, szeretetnél. Nézd ott fenn, mi van a kereszten, áldozatul adott tökéletes élet, a szeretet.
lett oda szegezve, megtörött egyszerben, mindez csak értünk le. Ez itt Jézus dicsőségben, amelyik bírája meghalt érteni győzőben, bűnt és halált elvégezte, ha nem látjuk valamit. Ennél több örömet honnan látsz? Kegyelem által nyert igazi szabadság. Minden bűn, rejtegetett szégyen együtt halt meg be a kereszten. Ez itt Jézus dicsőségben, amen ki. Csak értünk le. Értünk minden, mindez csak értünk le. Értünk mindez, mindez csak adtál, ismert és nem útjaidat. Vezess engem szellemed által, hogy hirdethessem a te nagy nevedet. Ragadj magaddal minden nap, úgy kérlek, emelj percekről. What's up?
az meg, tudom, közel van. Minden úton, kis kezedben van, maradj bele. Atyám, hálát adok neked, dicsőítelek téged, köszönöm a fiadat, Jézust, és hogy megragadsz bennünket, köszönöm ezt a kegyelmet, köszönöm Uram, ezt a tüzedet, a drága lelked, a te szellemed. Uram, akarjuk, hogy most vigyél bennünket, és segíts meglássuk, hogy kik vagyunk a te dicsőségedben. Hadd lássuk reálisan, igazán a mi helyzetünket, és hogy tudjuk megigazítani magunkat a te kedvedre, a te képmásodra, és te kovácsolj belőlünk, Istenem, sereget ebben a városban, aki cselekszik, aki építi a te országodat. Kérlek, munkálkodj, Atyám, Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet, picit. Úgy örülök, hogy itt vagytok. Egy nagyon egyszerű hétköznapi kérdés fogalmazódott meg bennem. Az, hogy hogy vagy. És ez most lehet, hogy innen furán hangzik, de azért legyen ott előtted. Válaszolj magadban, hogy vagy. Milyen bizonyságot tudsz most mondani legfrissebben az életedből? Mi az a történés, ami a legfrissebb az életedben, ami bizonyítja azt, hogy az Isten létezik, hogy ő szeret téged, hogy neki kapcsolata van veled? Hadd mondjak el egyet, ami velem történt most a héten. Hát egy kicsit szól arról, hogy mennyire gyarlóságban élek én is. Bankkártyámmal volt probléma. Nem kaptam meg az SMS-eket, hogy milyen tranzakciókat hajtok végre. És hát már 2 hónapja minden héten elmentem az OTP-be, minden héten elmondtam nekik, hogy hát nem igaz, hogy nem tudnak segíteni, hát fölmondom az egészet, ez így nem lehet. És mindig azt mondták, hogy persze, biztos az én készülékemben van a hiba. Vittem igazolást, mindent, de semmi. És egyik este már nagyon ki voltam bukva, és a feleségem csak ennyit kérdezett, hogy figyelj, imádkoztál már ezért? És akkor gondolkodtam, akartam azt válaszolni, hogy igen, de végül is nem. És fú, mondom, tényleg nem is imádkoztam ezért. És akkor gyorsan ott imádkoztam.
És mire befejeztem magamban a rövid imádságomat, hogy Isten segíts már, hogy sikerüljön ezt az OTP-t használjam. Elővettem a telefonomat, és olyan menüpontokba mentem, amiben még soha, és egyszer csak azt látom, hogy be van állítva egy szám, le van tiltva az SMS-ekről. És abban a pillanatban kitöröltem ezt a tiltást, és működik azóta. De engem ez annyira megszégyenített, és annyira arról szól a számomra, hogy igen, hát jöhetek az Istenhez, jöhetek az én Uramhoz. És amikor itt vagyunk, nem tudom mennyire értesültetek arról, mennyire tudtátok átvenni ennek az egésznek a szelét, az ízét, a célját. Az van az én szívemben, amikor idejövök, hogy Budapesten, ami generációnkat, akik körülvesznek minket, ismerősök, megszólítsuk az evangéliummal. Azokat a fiatalokat, akiket megismerhetünk ezekben a napokban, megszólítsuk az evangéliummal. És van egy ige a szívemben a 2 Korintus 4-ből, lehet, hogy akik ismertek, már sokszor hallottátok ezt tőlem, hogy Istennek az az akarata, hogy egyre többen adjanak hálát az ő dicsőségére és az ő magasztalására. És ez az én álmom, ez az én vízióm. Látom ezt a várost, ezt az országot, az Európát, ezt a világot, a mai élőket, hogy így tömegesen tudnak megtérni és hálát adni. Ez egy csodálatos dolog, igaz? Csak ehhez szükség van rád, rám. Szükség van arra, hogy néha adott alkalommal mi összefogjunk, és akár hirdessük az evangéliumot együtt. Akár ma este, hogy imádjuk a mi Istenünket, és imádkozzunk együtt, hogy összeforjon a szívünk. És ma olvastam az igét, és a Márk evangéliumában megörökített misszió parancs nagyon rám nehezedett. Szeretném nektek mondani, olvassátok el otthon, nézzétek meg. Jézus megjelenik a tanítványoknak, és hát ledorgálja őket, hogy nem igaz, olyan hitetlenek vagytok, miért nem hittétek el azoknak, akik mondták, hogy feltámadtam. Hát miért nem hisztek? Hitetlenek vagytok még mindig. És amikor ezt a szidalmat befejezi, Márk evangéliuma szerint elmondja nekik a misszió parancsot. És ez azt jelenti az én számomra, és én ezzel szeretnélek titeket most imára buzdítani, lehet, hogy ez most egy picit még távolinak tűnik a számotokra, de a tanítványokban igen, még akár hitetlenség is lehetett. Még hitetlenség is volt bennük, amikor Jézus küldje őket, hogy hirdessék az evangéliumot. És hogy vagy te most? Bármi is lehetett a szívedben, kételj, akár hitetlenség, bizonytalanság, akkor is Jézus ma neked is ezt mondja, menjél, az egész világon hirdesd az evangéliumot minden teremtménynek. És most arra szeretnék titeket buzdítani, hogy imádkozzunk, imádkozzatok magatokért. Isten szereti az igazságot. Szereti az őszinteséget. Hát akkor legyünk ilyenek előtte. Csendben, magadba fordulj egy picit, egy pár percünk lesz erre most. Mindenki nézem magába egy picit, és reálisan a helyzetét. Gondolj vissza, hogyan látod az életedben az Isten munkáját. Látod-e? Van-e olyan bizonyságtételed, ami tényleg most történt veled, és tényleg el tudnád mondani, hogy igen, számomra az bizonyítja Isten létezését, hogy Isten így és így cselekedett. Ha meg nincs, akkor mondd el egyszerűen az Isten előtt, hogy Uram, nincs is bizonyságom, csak régi sztorikat tudnék mondani. De jöjjünk igazán, igazság által. Jöjjünk most az Isten elé. Nem tudjátok, a János 4-ben az van írva, hogy Isten olyan imádókat keres, akik lélekben és igazságban imádják őt. Jöjjünk így igazán, így őszintén. Boruljunk le, és így magatokban csendesedjünk egy picit. Aztán a végén majd újra imádkozom, és folytatjuk az énekeket.
Atyám, köszönöm, hogy Te Úr vagy, hegyek és tengerek felett. Úr vagy, emberek milliói fölött. Nagyobb vagy, királyoknál, vezetőknél, mindeneknél. Te vagy az Úr. És köszönjük Jézus, hogy ezen a helyen is, most is Te vagy az Úr. És neked minden lehetséges. Köszönöm, elcsendesedhetek előtted, hogy őszinte lehetek veled. És mindannyian így lehetünk. Köszönöm, hogy Te nem fordítasz ezért hátat a gyengeségeink, a bűneink látásán. Köszönöm, hogy nálad van megoldás. Köszönöm, hogy minden forrásom belőled fakad, minden lehetőséget tőled kapok. És ez a nemzet is. A mai élők mind. Köszönöm, Uram, hogy tőled kapunk lehetőséget. Köszönöm, hogy láthatjuk, akik már ismerünk téged, láthatjuk a te munkádat, hogy cselekszel, hogy csodákat teszel, hogy nagy vagy, te vagy Isten egyedül. Köszönöm, hogy ez ma is tisztán látható. Köszönöm az én életemben is, nap mint nap bizonyítékok vannak. Köszönöm, hogy a bizonyság tételeknek a fellege, a sokasága vesz minket most is körül. Köszönöm, hogy a szívekben ott vannak azok a történetek, amiket te teszel velünk. Uram, kérlek, hogy fogj össze minket, és segíts, hogy be tudjunk kapcsolódni a te aratásodba. El ne vesszenek, akik ma velünk élnek. És hagyd tudjunk mi is eljutni az egész világra, és hirdetni az evangéliumot. És ez ne nagy szó legyen, hanem engedelmesség. Köszönjük neked, Urunk, hogy te még mindig vársz. Még mindig várod, hogy sokan megtérjenek. Hogy sokan hálát adjanak, és magasztaljanak téged. Uram, hadd lássuk ezt a szemünkkel. Hadd legyünk részesei ennek a munkának, és hadd tudjunk bátran azzá lenni, aki te akarsz minket teremteni, akivé újjá szültél minket. Hadd legyünk készségesek hirdetni az evangéliumot. Hadd vegyünk erőt és bátorságot a te drága szent szellemed által a tanúságtételre. Uram, kérlek, újítsd meg a mi szíveinket. Most is, amikor együtt vagyunk, áradjon ki a te drága kegyelmed, Uram. És egyenként az életünket, Uram, te mozdítsd meg. Frissítsd meg, újítsd meg. Te adj tiszta látást. Hadd lássuk a következő lépéseket. Hadd vegyük észre a lehetőségeket. Köszönöm, hogy szeretsz minket, Uram. Tiéd a dicsőség, és imádunk téged. És Jézus, te nevedet akarjuk felemelni. Ezen a helyen is. És az életünkben. És nem akarjuk engedni, hogy elsodorjon minket a zár, elsodorjanak minket a körülmények. Segíts, hogy hadd legyünk bátrak, és hadd tudjunk összefogni ennek érdekében, hadd tudjuk egymást támogatni ebben. Köszönöm, hogy ennyien is lehetünk, és tudom, hogy sokkal többen vagyunk ebben a városban, akik ismerünk téged, akik szeretünk téged. Tiéd legyen ezért a dicsőség. Munkálkodj az életünkbe továbbra. Jó az Úr. Halleluja.
segíts, hogy rád néz, s nem arra, mit érsz, hogy éppen milyen kedvem van. Segíts, időben járnunk, Istenem, barát, segíts rád néznom magam. Soha ne engedsz el.
Sziasztok! Engem Bacsinszky Lacinak hívnak. És a ma este emlékeztet egy történetre, ami egy hegyen történt. Más, több hegyről is fogok nektek mesélni. Erre a hegyre Jézus magával vitte néhány tanítványát, és egy elég érdekes dolog történt, találkozott Mózessel és Illéssel. És ez egy akkora élmény volt Péternek, hogy azt mondta, hogy annyira jó itt nekünk, építsünk sátrat, és ne menjünk sehova. Az emberben néha megfogalmazódik ilyen koncerteken, dicsőítésen, közösségben, hogy annyira jó nekünk itt, ne menjünk sehova. De azt tudjátok, hogy ez a mai este és az áprilisi este sem arról fog szólni, hogy jó ez nekünk, maradjunk itt. Ez arról szól, hogy valahova menni fogunk. Azért jöttünk össze, mert valahova menni fogunk. Akkor engem megkérdeznek, hogy miért szeretek evangelizálni. Rengeteg oka van. Hadd meséljek el két történetet az elején. Az egyik most nyáron történt, Siófokra mentünk néhány jó barátunkkal. Én úgy vagyok vele, hogy ha már evangelizálunk, menjünk oda, ahol a sűrűje van. Siófok a nyáron a sűrűje. Tele van fiatalokkal. Rákász Csaba barátommal egyik délelőtt kimentünk. Rossz idő volt. Fújt a szél, majdnem esett, de nem adtuk fel. Gondoltuk, még ezen a délelőtt is lesz valaki, aki kibóklászik a partra, és így is lett. Két srác jött velünk szembe. Oda mentünk hozzájuk, és azt mondjuk, beszélgessünk. Meglepő módon azt mondták, hogy persze, simán. Úgyhogy a hidegben leültünk két padra egymással szembe, és egy nagyon érdekes élmény kezdődött el. Mi elkezdtünk beszélgetni velük a hitünkről, ők pedig elkezdtek inni. Csabával számoltuk, hogy mennyi fogyott. Velünk szemben ülő két srác elfogyasztott, két órát ültünk ott, elfogyott egy teljes üveg otthoni saját főzésű pálinka, és fejenként három fél literes sör. Ezt úgy összerakjátok. Úgyhogy Csabára nézve, ő vezette a beszélgetést, arra gondolt, Csaba siess, mert hamar elveszítjük a közönséget. És nagyon érdekes volt, mert valóban arról szólt ez a két óra, hogy két óránk volt, az egyik srácot el is vesztettük a végére, tehát annyira összezavarodott, hogy ott már szerintem a saját gondolatait sem tudta követni, nem hogy a miénket. Szóval nagyon érdekes volt, mert a másik srác, annak ellenére, hogy teljesen ugyanannyit ittak, ugye én nem voltam iszákos, de annyit tudok az ivás kultúráról, hogy pláne a pálinkát úgy isz az ember, az egyik megtölti a poharát, kocint, akkor mind a kettőnek innia kell. Úgyhogy pont ugyanannyit ittak. Ennek ellenére a másik srác teljesen tiszta volt végig. Nem tudom, miért egyre tudok gondolni, hogy az Isten azt akarta, hogy az értelme megértse azt, amit ott aznap hallott. Ezért szeretek evangelizálni, nem azért, mert olyanokkal ülhetek le, akik berúgnak velem szemben. Azért szeretek, mert sose lehet tudni, hogy milyen helyzetbe kerülsz, és mi lesz ott. Azért is szeretek evangelizálni, mert pár évvel ezelőtt, a beszélgetés előtt, 22 évvel előtte, 1988-ban nem messze ettől a padtól, 4-5 kilométerre, ült egy 18 éves srác az unoka bátyjával. És volt egy fiú és egy lány, akik úgy döntöttek, hogy azon a délutánon elhagyják ezt a környezetet, amit jól ismertek. Kilépnek azok közül, az emberek közül, akiket szeretnek, és oda mennek ismeretlen helyzetekbe, és oda mennek ismeretlen emberekhez, és elkezdenek beszélgetni velük, nem titkolt céllal, hogy elmondják az evangéliumot. És az egyik ismeretlen srác aznap délután 2:30-kor én voltam. És mai napig beleborzongok, hogy egy beszélgetés, most már visszanézve, egy beszélgetés mindent átírt a jövőmben. Átírta azt, hogy ki van ma itt velem, hogy ki lett a fiam, átírta azt, hogy ki lett a feleségem, átírta azt, hogy mit csinálok. Ha az a beszélgetés nincs, ma valószínűleg nem itt állok, hanem valahol egész máshol vagyok. Egy beszélgetés. Teljesen megváltoztott. Úgyhogy miért szeretek evangelizálni? Egyrészt, mert nem unalmas. Nincs két egyforma nap. A második, számomra az a hívők által használt kifejezés, hogy örök hála, ez nem klisé. Ez nekem kőkemény valóság. Az örökké való hála hajt ki. Én a 11 kerületben nőttem föl. Egy gondolatot szeretnék még elmondani azért.
Miért szeretek evangéliumot? Én a 11. kerületben nőttem fel, a Gellért hegy lábánál, ismeritek. Nem egy magas hegy, 235 méter magas. Én ezt többször megmásztam, biciklivel, gyalog, andalogva, szerelmesen vagy magányosan. Nem volt nagy kihívás. Vannak ennél magasabb hegyek is. Enikő, a feleségemnek két bátyja van, az idősebbik bátyja, ő nagy vitorlázó és nagy hegymászó. És ő megmászta a Mont Blanc-t, a fehér hegyet. Az egy 4800 körüli hegy, és utána a családnak tartott egy beszámolót, képes beszámolót, és nagyon-nagyon élveztük. Egyrészt, ami megfogott, az az, hogy ez nem Gellért hegy. A Mont Blanc nem lehet andalogva egyedül csak úgy megmászni, oda már készülni kellett, oda már felszerelés kellett. Aztán tudjátok, melyik a legmagasabb csúcs a világon, a Mont Everest, ami 8000, állandóan elfelejtem, 8450, azt hiszem. 8848. Volt régen. Most 8850, hiszen évente 5 cm-rel növekszik, tehát barátaim, ha valaki szeretne nekivágni, idén érdemes, mert jövőre már nehezebb lesz. Ha valaki azt akarja megmászni, ott már évekig a munkáját el kell hagyja, rengeteg pénzt kell rászánjon, és aki oda megy, az tudja, hogy van egy bizonyos határ, ami élet vagy halál kérdése, hogy komolyan veszik-e. 8000 méteren a hegymászok tudják, hogy van egy határ, ami fölött lévő zónát úgy hívják, hogy a halálzóna. És annyira lecsökkenött a levegő sűrűsége, hogy nem azért halnak meg a legtöbben ott fönt, akik légzőkészülék nélkül vágnak neki, mert jön egy lavina és lesodorja őket, hanem azért, mert az agy nem kap elég oxigénellátást, elkezdenek szédülni, elkezdenek elveszteni az ítélő képességüket, rossz döntéseket hoznak, és lecsúsznak. Nagyon biztató történet, ennyit szerettem volna mondani ma estére. Amikor evangelizálni megy az ember, sokszor úgy érzi, hogy átlépi a 8000-es határt, és belép a halálzónába. Úgy érzi, hogy itt kevés lesz az, ami az alaptáborban nekem elég volt. 8000 méter fölött, ha nincs rajtad a légzőkészülék, nem fog menni. És tudjátok, az az óriási dolog, azért szeretek kilépni folyamatosan a kényelmi zónámból, ebbe a halálzónába, mert amikor a halálzónában van egy hívő, akkor föltesz olyan kérdéseket, amit a gyülekezetben talán soha nem tesz föl. Ezek két kategóriába osztatók, vannak a hiszti kérdések, amikor elkezd hisztizni, ez kétfajta. Az egyik, áprilisban lesz, aki föl fogja tenni ezt a kérdést kint az utcán, amikor a CM kivonul. Ki találta ezt ki? A másik hiszti kérdés, mit keresek én itt? Ezekkel érdemes foglalkozni, nem túl sokat. Ezek a hiszti kérdés kategória. Viszont vannak olyan kérdések, amit föltesz az ember, és csak a halálzónában tesz föl, nagyon meghatározó, és ez pedig úgy hangzik, miért vagyok én itt? Miért csinálom én azt, amit csinálok? Hadd kérdezzem meg tőletek, ha evangelizálni megyünk, már pedig fogunk, miért mész evangelizálni? Előre is fel lehet tenni, majd ott is fel fogjuk tenni. Amit erre a kérdésre válaszoltok, azok a meggyőződéseitek. Ami azt mutatja, hogy milyen hívő leszel. Amit erre válaszolsz, az mutatja, hogy milyen keresztény vagy. Milyen keresztény életet fogsz élni? Én rendszeresen fölteszem ezt a kérdést a féken belül, meg a gyülekezetünkön belül is az ifinek. Az ifivel foglalkozom ott, nem én vagyok az ifi vezető, én csak az ifi vezetővel foglalkozom, de rendszeresen fölteszem, miért evangelizálunk, barátom? Miért? Nagyon sok kérdést válaszoltam, rengeteg válasz van. Van, aki azt mondja, azért, mert örömet okoz. Van ilyen is. Van egy jó barátom, aki mindig ugyanazt a választ adja. Azt mondja, hogy azért szeretek evangelizálni, mert ilyenkor érzem és tapasztalom, hogy az Isten, a mindenható teremtő Isten rajtam keresztül oda megy ahhoz az emberhez, akivel beszélek, és rajtam keresztül szól hozzá. Ez egy óriási élmény. Van, aki azt mondja, hogy engedelmességből. Van, aki azt mondja, mert dicsőítem az Istent. Van, aki azt mondja, hogy parancsot kaptunk, engedelmeskedek. Van, aki azt mondja, hogy mert szeretem az embereket. Van, aki azt mondja, mert szeretem az Istent. Van, aki azt mondja, mint én, mert olyan sok mindent kaptam, hogy a túróba tartanám ezt meg magamnak, mennem kell.
mert át akarom adni. És van egy indok, amit nagyon kevesen mondanak, és nagyon kevésszer hallom. Erről szeretnék egy picit többet beszélni, nem sokkal. Magamért. Magamért. Miért megyek evangelizálni? Magam miatt. Ez egy kicsit önzőnek hangzik, de mégis igaz. Hiszen tudom azt, hogy a lelki növekedésemnek elengedhetetlen része, hogy evangelizáljak. Elengedhetetlen része, hogy ha jobban meg akarom a Isten ismerni, és nem akarok állóvíz lenni, muszáj menni. Muszáj menni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban néhány gondolatot hadd mondjak nektek. Az egyik, a legjobb módja az önzésnek az, hogyha az önzésem arról szól, hogy másoknak adok. Ezen érdemes elgondolkozni. A másik, ha azt teszem, amit az Isten akar, az lesz a legjobb másoknak, de az lesz a legjobb nekem is. Miért? Miért jó nekem, hogyha evangelizálok? Mit mondanátok? Miért lehet jó nekem, hogyha evangelizálok? Én a következőt gyűjtöttem magamnak össze. Azért nagyon jó, mert megteszek egy olyan lépést, amit máskor nem teszek meg, és ezt hitlépésnek nevezik. Amikor kilépek innen, ami kényelmes, ami ismert a barátaim közül, kimegyek oda, ami ismeretlen. Megteszem ezt a hitlépést, egy bátor lépés. Az ismeretlen bátor lépés oda, ahol csak egy valakit ismerek, az Isten. Szoktál ilyen lépéseket tenni? Ez az ország tele van különböző lépésekkel. Ti is tudjátok, hogy hány és hány, talán túl sok ember van, aki hosszú lépéseket tesz. És értitek, hogy mire gondolok. Hány és mai nap, vajon hány félrelépés volt? A mai nap vajon hány ember kereste azt, hogy hogyan kerülhet lépés előnybe? Rengeteg lépés van itt, de azt nézem, hogy a hívők között, ha lenne egy kis számláló, tegyük fel, egy ilyen lámpa fölvillanna minden egyes alkalommal, amikor egy hívő hitlépést tesz. Ezeknél a lépéseknél ebben az országban villognak a lámpák. Itt nekem kételjeim vannak. Hányszor villanna föl az a lámpa, ami azt jelzi, hogy egy hívő kilépett abból, amit ismer, oda, amit nem ismer, mert bízik az Istenében. Hányszor villan föl ez a lámpa? És hogyha ettől függ az Isten ismeretem, ettől függ az, hogy mennyire növekszem, ennek a lámpának rendszeresen villogni kellene. Én 5 okot írtam magamnak össze, hogy miért szeretek hitlépéseket tenni, és lehet, hogy fejből fogom elmondani, hogyha ez így csúszkál. Kösz. 5 ok, ami miatt megéri ezt a lépést megtenni áprilisban. Ami miatt én ki fogok menni, és remélem, hogy jöttök velem, és megyünk együtt. Az első. Nem úgy fogod megismerni az Istent ott kint, ahogy itt bent, nem tudod megismerni. Úgy fogod megismerni az Istent ott kint, ahogy itt bent, nem tudod megismerni. Miért gondolom ezt? A kereteken belül, inkább ezt mondom, én nagyon sokszor megfigyeltem, hogy nagyon sok hívő van úgy, hogy Isten tiszteleten valamilyen tanítás közben kikapcsol. Meghallja az igét, azt mondja, ezt már 20-szor olvastam, hallottam róla 30 igéjét, tudom, miről lesz szó. Én már tudom. De amikor kimész, és ott körülnézel, akkor jön el az a pillanat, amikor az Isten magából újat mutat. És én úgy ismerem az Istent, aki a legtöbbször, amikor újat akar mutatni magából, akkor azt a kényelmi zónán kívül teszi meg. Gondoljatok az 5000 ember megvendégelésére. Az Isten sok mindent akar megmutatni itt bent, de vannak olyan dolgok, amit magából csak ott kint tud megmutatni. És ha nem megyünk ki, nem fogjuk úgy ismerni, ahogy igazán ismerhetnénk. Ez az első. Második. A hitlépésekben lehet megérezni az Isten erejét. Tudjátok, miért jó a halálzóna? Azért, mert ott nagyon gyengévé válik az ember.
nagyon gyengévé válik az ember. És jó gyengének lenni néha. Itt bent gondolhatná az ember azt, hogy megy a hívő élet. Meg tudom csinálni. Uralom a helyzetet. Kontrollálom, mert már ismerem. Menj néha ki oda, amit nem ismersz. És tapasztald meg, hogy gyenge vagy. Mert amikor én gyenge vagyok, az Isten akkor erős. Tudjátok, miért megyek evangelizálni? Mert többet akarok az Isten erejéből. Mert az egy csoda. Mikor leülsz két részeg fiúval és beszélgetsz, az nem csak róluk szól, rólam szól, hanem az Isten is ott van. Gyenge vagyok, nem tudok mit csinálni. Itt rúg be előttem, nem tudom az agyát kontrollálni. Én nem tudom azt csinálni, hogy ne rúgjon be. És akkor jön az Isten, és azt csinálja, hogy az egyik nem rúg be. És azt mondom, hogy azt a mindenit. Milyen az Isten? Harmadik. Erősödnek a meggyőződéseid. Barátaim, senki nem tud úgy kérdezni, mint egy nem hívő. Nekik nincsenek tabuk. Egy nem hívő mindent megkérdez. Itt mi egymástól tudjuk, hogy mit kell megkérdezni, és hogyan szoktunk kérdezni dolgokat. Egy nem hívőt nem érdekli. Itt van passzív ismeretünk, ő meg azt kérdezi, hogy te miért hiszed ezt? Elment az eszed. Nagyon élvezem ezeket a kérdéseket. A legtöbbet, nagyon sok mindent, nem akarom lehúzni a gyülekezetet, nagyon szeretem a gyülekezetet, járok gyülekezetbe, tanítok a gyülekezetben. Nagyon sokat tanulok a gyülekezetben, de ha őszinte vagyok, nem tudom megmondani, hogy hol tanulok többet. A gyülekezetben, vagy kint. Valószínű együtt a kettő. Az Isten tiszteleti tanítás hol éri el a helyét? Hol kerül a helyére? Ott kint. Akkor megkérdezik, és kiderül, hogy mi a meggyőződésem, amikor az ismeret végre szívügyé válik. Mert megtesztelődik. A negyedik, beindul a megszentelődés. Elindul az ima és a Biblia szeretete. Mert csak röviden reagálnék, hogyha valóban igaz az, hogy többet ismerek meg az Istenből, valóban igaz az, hogy tapasztalom az erejét, és a meggyőződéseim növekednek, akkor többet fogok akarni megtudni erről az Istenről. Én azt látom, amikor kint vagyok a mezőn, akkor megy az ima, akkor megy az ige. Akkor érdekel, hogy mit tanítanak nekem. Különben fél árbócra megy a szem, és azt hiszem, hogy minden